1944-ben, 80 éve hozták meg az úgynevezett hatodik zsidó törvényt, mellyel elindult a magyar zsidó közösség vagyon és jogfosztása. Hazánkban ekkor kezdték el gettókba telepíteni a zsidóságot. Erről beszélt az Egri Zsidó Kulturális Egyesület elnöke keddeste a Ciffer Sándor galériánál, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. Nagyjából ezen a héten hozták meg az úgynevezett hatodik zsidó törvényt, amikor már voltak éppen a vagyonfosztás és a jogfosztás együttesen elindult. Később követte még két olyan törvény, ami már tulajdonképpen a rablógyilkosság kategóriájába tartozott, de ezzel indult, és ezért ez a mai nap. Az eseményen Orajan Sándor úgy fogalmazott, példátlan események történtek 80 évvel ezelőtt, amelyek hatalmas károkat okoztak a társadalomnak és Egernek is. Ez volt talán az első alkalom a történelemben, amikor a magyar állam nem védeni igyekezett a magyar állampolgárokat, hanem kiszolgáltatni és kiirtani részben vallásuk miatt. Itt Egerben közel, talán még több is, mint 3000 honfitársunkat deportálták. A megemlékezés a Holokauszt 80 programsorozat első állomása volt, amelynek végén a zsidó hagyományoknak megfelelően köveket helyeztek el az áldozatok emlékére, ezzel szimbolizálva a lélek halhatatlanságát.